Szeretettel köszöntöm a testvéreket virágvasárnapon, innen a Hajdúböszörmény Bocskai téri református templomból. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Isten tiszteletünket a 331. dicsérettel kezdjük. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, a virágvasárnapi örömüzenetet Lukács evangéliumának 19. fejezetéből. Miután Jézus ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Isten tegye áldottá a mi szívünkben az ő igéjét, hogy annak ne csupán hallgatói, hanem megcselekvő is legyünk. Fohászkodjunk a mi Urunkhoz, imádkozzunk. Kegyelmes Urunk Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy ünnepet készítettél számunkra. Habár különös ez az ünnep, hiszen otthonainkban vagyunk, félünk azért, hogy nehogy megfertőződjünk, szeretnénk egészségesek maradni, szeretnénk erőnk teljében lenni és így élni, és ezért fizikailag oly sok mindenkitől távol vagyunk. De leginkább távol vagyunk a templomi közösségtől, a gyülekezettől. Nem lehetünk jelen
a te szent hajlékodban, házadban. Tedd templomoddá a mi otthonainkat. Szent lelked által végezd el azt a csodát, hogy otthonainkban, szobáinkban, ahol hallhatjuk a te igédet, a képernyők előtt, ott megszülessék az ige, az üzenet, megértsük a te szavadat. Te szenteld meg a mi hajlékainkat, otthonainkat, házainkat, hogy rád tudjunk figyelni. Te szenteld meg lelked által a mi szívünket, hogy rácsodálkozzunk arra az üzenetre, arra az igére, amit elkészítettél nekünk. Te végezd el azt a csodát, Urunk Istenünk, hogy ha bár fizikailag távol vagyunk, de lelked által egyé lehessünk, a gyülekezet erősödhessen, növekedhessen, az üdvözülők, a megtérők számával gyarapodhasson. Kegyelmes Urunk Istenünk, áld és szenteld meg az ige hallgatóit, és áld meg az ige hirdetőjét is. Amen. Isten igéjét Zofóniás próféta könyvének 3. részéből a 14. és azt követő versekből olvasom, és az ő szent lelkét segítségül kérve és várva magyarázom közöttetek. Újjong Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael! Örvendezz, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izrael királya. Nem kell többé veszedelemtől tartanod. Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet. Ne félj, Sion, ne csüggedj el. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked. Megújít szeretetével, újongva örül neked. Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük. Elbánok majd elnyomóiddal abban az időben. A sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm. Dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázzák őket. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat, mondja az Úr. Kedves testvérek, virág vasárnap van. A mai nappal kezdődik a nagy hét, amikor Jézus szenvedés történetére emlékezünk, és különös, hogy ezek a nagyon fájdalmas és nagyon sötét napok egy ilyen öröm ünneppel kezdődnek. Azt ünnepeljük, hogy van királyunk. A virágvasárnap ettől hangos. Ettől hangos a jeruzsálemi utca. Örvendezve, fennhangon köszöntötték Jézust az ünnepre érkező zarándokok, ahogyan hallottuk. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Hallottak már a csodáiról messze, Galilea, Júdea, egész vidékére eljutott a hír róla, és most ott van előttük, és a kiáltásaikkal, pálmaágak szakításával, színes útra terített ruhákkal, gesztusaikkal kifejezhetik a hódolatukat. Méltó, hogy ezt tegyék, és méltó, hogy ezen a virágvasárnapon mi is ezt tegyük. Kifejezzük a hódolatunkat. Miért méltó a dicséretre az a király? Mit visz véghez? Nagyon szépen összefoglalja ez Zofóniás próféta. Bár 700 évvel Jézus kora előtt élt. Azt olvassuk, újjong Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Összegyűjtöttem azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek.
Jézus ezt teszi. Összegyűjti azokat, akik szomorkodnak, és megvigasztalja őket. Jaj, de nagyon rászorulunk erre most. Sokan mondták az elmúlt napokban nekem is, telefonos beszélgetéseken, hogy úgy elszakadtunk egymástól, a gyülekezettől. Telefonon beszélgetünk, nézzük a napi áhítatokat, de hogy lehet így igazán megélni a közösséget, az ünnepet? És el sem tudjuk képzelni igazán templom nélkül a húsvétot, templom nélkül az úrvacsorát. Igen, szétszórodott állapotban vagyunk. És igen, ott van bennünk talán a szomorúság is. A szétszóródottság miatt is, a vírus miatt is, meg talán más miatt is lehet szomorúságunk. Vannak olyanok közöttünk, akik most az elmúlt napokban veszítették el szerettüket. És vannak olyanok, akik azért szomorkodnak távoli országokban, sokan-sokan, akik gyászolnak, mert a járvány valakit a családjukból elvitt. Van, aki a munkája elveszítése miatt szomorkodik, vagy annak fenyegetettségét éli meg. Van, aki az életének kitaposott útját, megszokott rendjét veszítette el. Van, aki az egészsége miatt, vagy éppen szerette egészsége miatt bánkódik. Van, aki azért szomorkodik, mert úgy érzi, hogy az élete hult darabokra, az élete szóródott szét, tervek, célok, álmok gurultak szét, mint egy gyöngysor. Elég, hogyha a fiataljainknak a továbbtanulására gondolunk, vagy a fiataljaink esküvőire gondolunk. Tervek hultak szét, mint egy gyöngysor. De jó nekünk Isten ígéretét meghallani. Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak. Egy néhány évvel ezelőtt a lányom, amikor reggel az autóbuszon iskolába ment, a zsúfolt buszon elszakadt a karján lévő gyöngysor. Néhány gyöngyöt föl tudott kapni, de aztán hamarosan neki le kellett szállni, és elvitte a busz a szétgurult gyöngyöket. Azt gondolta, hogy ezek a gyöngyök soha nem lesznek többé együtt, soha nem is fogja őket látni. Aztán eltelt sok reggel. És aztán egyszer csak egy reggel elé állt egy bácsi, aki egy zacskóba összegyűjtve odaadta neki a szétgurult gyöngyöket. Akkor, amikor már nem is remélte. Akkor egyszer csak váratlanul egy idegentől visszakapta. Azon a reggelen ugyanis ez a bácsi továbbutazott, és amikor a busz kiürült, szép nyugodtan összeszedegette a gyöngyöket. És aztán alig várta a találkozást. Minden reggel magánál hordta a kis tasakot, és amíg aztán sok hét múlva egyszer csak majd vissza tudta adni a gyöngyöket. Boróka egy lépést sem tudott tenni azokért a gyöngyökért, de az a bácsi igen. És valahogy Isten is így van velünk, a mi szétszórodott állapotunkkal, hogy talán mi most azt érezzük, hogy egy lépést sem tudunk tenni a szétszórodott dolgainkért, a szétszórodott állapotunk összegyűjtéséért. De Isten úgy van velünk, hogy összegyűjt minket. Összegyűjti a mi szétszórodott életünket, és hiszem, hogy alig várja, hogy visszaadhassa nekünk. Zofoniás próféta korában, amikor ezek a szavak íródtak, akkor egyik király gyilkosság a másikat követte. Rosszabbnál rosszabb uralkodók vezették az országot. A jó szándékú emberek pedig inkább csak hallgattak. Széthullott országban és széthullott világban élték az életüket, és volt okuk a szomorúságra. De így vigasztalta őket Zofóniáson keresztül Isten. Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak.
De hogyan történik ez az összegyűjtés? Úgy, ahogyan Jézus idejében, hogy vannak, akik királyuknak tartják az Urat, Jézust. Sajnos a virágvasárnapi újongók közül sokak életében ez csak rövid fellángolás volt, pedig hozhatott volna tartós változást. Isten azokat tudja igazán összegyűjteni, akik királynak vallják az ő egyszülött fiát, akiknek az életében ő foglalja el a legfontosabb helyet, mert vele valami teljesen új kezdődik. Újjá teszi az ember életét. A szétesett, az elzüllött életeket is meg tudja gyógyítani. Azoknak az életét, akik elismerik őt királyuknak. És ez belül a szívben történik. De aztán ez kifelé is látszik. Látszani fog a kedélyeden, látszani fog a beszédeden, látszani fog a szokásaidon, látszani fog a kapcsolataidon. Az ő királysága átrendezi az életét annak, aki királynak vallja őt. Elindul egy felfelé emelkedés, elindul egy nemesedés, mert királya van az életünknek. És ő abban az értelemben is összetud gyűjteni minket, hogy az egymáshoz nem illő embereket is összetudja rendezni. Jézus első tanítványaira, hogyha gondolunk, akkor kik voltak ők? Volt közöttük dörzsölt, életfolytatású, vámszedő, volt közöttük írástudatlan halász, volt közöttük előkelő, írástudó, a nagy tanács tagja, aki csak Jézus kereszthalála után meri vállalni Jézus követését. Volt közöttük zélóta, amolyan terrorista, gerilla harcos. És Jézus összegyűjtötte őket, de nem csak egy helyre, hanem néven szólította őket, átvette az uralmat az életük, a szívük felett, és egymás elfogadására megnyitotta őket, összerendezte őket. De nagy szükség lenne ma is Krisztus összegyűjtő munkájára az életünkben, a közösségeinkben, hogy közösséget teremtsen közöttünk, egy test tagjaként éljük az életünket, ahol meg tudjuk látni a másik értékeit, azt, ami a másikban rejlik. De nagy szükség lenne arra, hogy összerendezzen minket a családban, egymás megértésére, segítésére, szeretésére. Pedig különbözőek vagyunk, más-más generációhoz tartozunk. Összerendezze a gyülekezetünkben a mi missziói látásunkat, összerendezze a szolgálatunkat, a céljainkat. De nagy szükség lenne rá, hogy összerendezze az országon belül is a céljainkat, a szándékainkat, a különbözőségünk ellenére is. Ha Jézus királysága alá tartozunk, akkor ez lehetséges. Jézus összegyűjti és meggyógyítja az életünket, ezt ígéri az ige. Úgy is, hogy egészen másfajta jövőt ad, mint amit mi magunknak el tudnánk képzelni. Az ember szeretne fájdalommentes, szenvedésmentes jövőt magának. De lehet, hogy ő azt mondja, erőt adok a szenvedés elhordozásához. A szenvedés során átalakítom a te torz gondolkodásodat, a te önző életedet. Lehet, hogy azt mondja, hogy hitet adok, hogy a rosszból a legjobb jöhessen ki. Zofóniás által ilyeneket mondott. A sántákat megsegítem, a szétszóródottakat összegyűjtöm, dicsővé és híressé teszem őket. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat. És ez nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy jóra fordul a rossz, hogy minden rendben lesz, hanem Isten cselekvése során, Isten cselekvése nyomán változik meg.
Nekünk pedig az a dolgunk, hogy engedjük az Istent cselekedni. Ehhez pedig sokszor le kell állni. Le kell állítani saját magunkat. És most látjuk ezekben a napokban, mennyire nem könnyű. Hogy vágytunk arra, hogy kicsit otthon lehessünk, együtt a családdal, és most mégis milyen nehéz otthon maradni. Most mégis mennénk a dolgunk után, beosztanánk szorosan az időnket. Olykor le kell állni ahhoz, hogy az Istent cselekedni engedjük. Leállított minket, hogy végre meghalljuk, amit lehet, hogy akkor kellett volna meghallani, amikor futottunk. Leállított minket, hogy meglássuk azt, ami mellett eddig elszaladtunk, ami tőle jött, és amit mi természetesnek tartottunk. A virágvasárnapi történet erre is tanít minket. Engedjük őt cselekedni. Engedjük őt cselekedni azzal, hogy érzékenyek vagyunk az ő szavára, hogy megszólíthatók vagyunk. Engedjük magunkat figyelni az ő összegyűjtő hatalmára, szeretetére. Néha levegőzésképpen egy kicsit kimegyek az elnéptelenedett utcákra. Igyekszem mindig más útvonalat választani. És séta közben azon kapom magam, hogy azon tűnődöm, kik laknak ezekben a házakban. És azon kapom magam, hogy imádkozok értük. Hogy gyűjtsd össze, Istenem, a Györösi kertházaiban lakókat, a Vitéz utca lakóit, a Szabadhajdú utca, a Körút lakóit, az iskolák népét, a játszóterek népét. Gyűjtsd össze, de ne csak az utcákra, a terekre, hanem gyűjtsd össze magadhoz, a te házadba, hogy téged dicsérhessünk mindannyian. Ha már jöhetnek, akkor jöjjenek is. Kedves testvérek, ez a virág vasárnap lehetőség. Lehetőség arra, hogy engedjük Istent cselekedni. Engedjük Istent uralkodni az életünkben. Lehetőség arra, hogy fogékonyak legyünk az ő összegyűjtő szeretetére, az ő hívó hangjára. Fogékonyak legyünk az ő királyságának gazdagságára. Hajoljunk meg előtte, és így vegyük el az ő kezéből a holnapot, és imádkozzunk. Amen. Hódolunk előtted mi is, Úr Jézus Krisztus, mert méltó vagy a dicséretre. Mi nem tudjuk most olyan látványos mozdulatokkal ezt kifejezni, és nem tudunk együtt olyan hangosan kiáltani és énekelni, mint egykor a virágvasárnap népe. De köszönjük, hogy te mégis elvállalsz minket, a népednek tekintesz minket, pedig mi nem vagyunk méltók rá. Olyan sokszor és olyan sokféleképpen megbántottunk téged. Olyan sokszor nem akartuk, hogy te egybe hívj, összegyűjts minket magadnak. Köszönjük, hogy te mégis jó hírt hallatsz velünk. Bíztatsz, bátorítasz, megvigasztalsz minket. Köszönjük a te ígéretedet, hogy összegyűjtesz minket, hogy meggyógyítasz minket. Kérünk, fordíts jóra, állítsd helyre a mi széthult életünket, de nem csak világi értelemben, hanem a te színed előtt, a te akaratod szerint. Segíts mindannyiunknak, hogy engedjünk téged szóhoz jutni, engedjünk téged cselekedni. Urunk, így kérünk, hogy cselekedj a gyászolók életében, a te vigasztalásodat, a te reménységedet,
a feltámadás reménységét hallasd meg velük. Urunk, könyörgünk a betegekért és mindazokért, akik körülöttük szolgálnak, munkálkodnak, fáradhatatlanul. Te adj gyógyulást a betegeknek, erőt az ápolóknak és orvosoknak, a rend fenntartóinak. És könyörgünk, Urunk, a családokért, időseinkért, akiket most védenünk kell, a gyermekekért és tanítóikért. És könyörgünk, Urunk, a mi iskolánk népéért, akikkel ma itt együtt dicsértünk volna téged. Lélekben hadd legyen közös a mi magasztalásunk, a mi dicséretünk. Urunk Jézus, légy a mi királyunk, a mi mesterünk, itt a földön, és egykor az örökké valóságban. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hirdetéseket hallgassák meg a testvérek. Hirdetem, hogy az adakozásra most is lehetőség van. Adományaikat átutalással küldhetik el a testvérek a gyülekezeti szolgálatok, a gyülekezet életének javára. Hirdetem, hogy a ránk következő napokban, hétköznap reggelente az otthonunkból fogunk jelentkezni, rövid áhítattal. A nagy hétre tekintettel szerdától bűnbánati napok, bűnbánati istentiszteletek lesznek. Várjuk a képernyő elé a testvéreket, a gyülekezeti teremből fogunk szerdától majd jelentkezni. Húsvét vasárnap 9 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, amelyet szintén a képernyőn követhetnek majd a testvérek. A Hajdúböszörmény televízió csatornáján keresztül is látható lesz a húsvét vasárnapi istentiszteletünk. Házanként fogunk úrvacsorázni, a szereztetési igék majd itt hangoznak el, irányítani, vezetni fogjuk szavainkkal a testvéreket. Az a reményünk, hogy egy szívvel és egy lélekkel lehetünk majd együtt. Úgy készüljünk, hogy ünnepi lélekkel legyünk jelen, rendezett környezetben, rendezett ruházatban, családtagjainkat gyűjtsük magunk mellé, készítsük oda a terített asztalt, a terített asztalra az úrvacsora jegyeket, a kenyeret és a bort, legalább olyan gondossággal, ahogy itt a testvérek el szokták készíteni az úrvacsorás istentiszteleteken az úrasztalát. Húsvét hétfőn is 9 órakor jelentkezünk, és várjuk a testvéreket a képernyő elé ünnepi istentiszteletre. Most is tisztelettel és szeretettel kérünk mindenkit a fokozott óvatosságra, a szabályok betartására, azért, hogy a következő ünnepünk, a következő húsvétunk, karácsonyunk más lehessen, és a közösséget igazán megélhessük felszabadultan. Az Úr Jézus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Az Isten tiszteletünket a 367. dicsérettel zárjuk. Hosszemünk, jön már király.
meg ne szűnjön, felséges várostól feszüljön, az álmot üzd el készen állj, Krisztus nép jön a király. Fogadjátok az áldást! Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Amen.